De nagyon fontos fejlemény az, hogy a segédeszközöket most már e-receptre fel lehet írni, de azért jó lenne, hogyha a részletekről is beszélnénk. Ezért gondoltuk ugye az Ecsetfigyelem Alapítványnál, hogy belemegyünk a részletekbe dr. Kis János Tiborral, az Ecsetfigyelem Alapítvány diabetológusával, aki diabetológus, belgyógyász, főorvos, és egyébként nagyon régóta ismerjük egymást, úgyhogy tegeződni fogunk. Köszönjük, János, hogy elfogadtad ezt a felkérést. Szóval, ne is húzzuk az időt, menjünk bele rögtön a részletekbe. Mit jelent az új szabály? Szervusz, Antónia! E-receptre már elég régóta tudunk gyógyszereket fölírni. E-recept az a technika, hogy szólunk az orvosnak, az orvos úgynevezett felhőbe felküldi a recepteket, és nem kell személyesen találkozni az orvossal, elég elmenni a patikába, igazolni kell magunkat, hozzátartozónkat, és ki tudjuk váltani a recepteket anélkül, hogy találkozunk az orvossal, anélkül, hogy bementünk volna a rendelőbe, és anélkül, hogy papírreceptet egyáltalán láttunk volna. Eddig gyógyszereket tudtunk így fölírni, inzulint például, vagy cukorcsökkentő gyógyszereket, de segédeszközöket nem. Tehát mondjuk a cukorbeteget leginkább a vércukormérő tesztcsípuk érintik, illetve a tűk, amiket rá tudnak csavarni az inzulinadagoló toll végére. Ezeket az eszközöket eddig nem tudtuk felírni erre az e-receptre. De most ennek egyébként mi lehetett az oka, szerinted? Igen, a betegnek igazolnia kell, hogy nem vált ki több tesztcsíkot, illetve tűt, mint amennyi a társadalombiztosító által jár neki. És hogyha az e-receptes technikát használjuk, akkor ennek a visszajelzése nem megoldható. A Magyar Diabetes Társaság vezetősége a járvány kitörése környékén kérte a kormányt, illetve a műveleti csoportot, hogy oldják meg ezt a problémát, hogy még inkább tudjuk csökkenteni az orvos-beteg találkozások számát, hogy emiatt ne kelljen kimenni a betegeknek az utcára, ne kelljen veszélyeztetni magukat, és így szerencsére most ezt jóvá hagyták, és most májustól, ha valakinek tesztcsíkra vagy tűre van szüksége, nem kell személyesen találkozni az orvossal, nem kell bejönni a papírreceptért, elég valahogy kommunikálni a szakrendelővel, vagy a házi orvossal, ők fel tudják írni ezt a receptet, anélkül, hogy a papírt kinyomtatnák, a betegnek nem kell elmennie még egyszer a rendelőbe, csak a patikába, ott látják ezt a receptet, és ki tudja váltani. Ez nagyon nagy könnyebbség, számtalan betegem volt az elmúlt hetekben, akiknek szüksége volt receptekre, és azt kellett nekik mondanom, hogy e-receptre föl tudom írni a gyógyszereket, föl tudom írni az inzulint, sajnos a tesztcsíkot tűt nem. Most jobb hiány vagy bejön, és kockáztatja magát, vagy teljes áron veszi meg recept nélkül a tesztcsíkot és a tűt, hiába van rá társadalombiztosítás által támogatás. Most ez meg van oldva, ez egy nagyon nagy könnyebbség és nagy előrelépés, és mindannyian örülünk ennek, szerintem a betegek is fogják ezt használni, ezt a lehetőséget. Volt olyan levél az alapítványhoz érkezett, ami arról szólt, attól tartott, aki írta, hogy e-receptre nem ugyanazt a támogatást kapja meg, nem ugyanazok a feltételek, ez gondolom tévhit. Ugye májustól indul a segédeszközökre ez a rendszer, ezzel nincs tapasztalatom, de az inzulinoknál és a tablettáknál van, és jó a tapasztalatunk, tehát ugyanúgy működik, mint a papírreceptet írnék. Ez egy nagyon jól működő szolgáltatás. Tehát akkor mostantól nagyon röviden foglaljuk össze még egyszer, mit kell tennie a cukorbetegnek, hogyha segédeszközt szeretne? Hogyha elfogyott az eszköze, és mondjuk a háziorvosának van javaslata, ugye a javaslatokról tudni kell, hogy azok érvényesek a járvány végéig, és még talán 3 hónapig, és van javaslat mondjuk inzulinra, gyógyszerekre, tesztcsíkra, tűre, elég szólni a háziorvosnak, legyen szíves felküldeni a felhőbe ezt a receptet, és utána a betegnek elég elmenni a patikába, és ki tudja váltani. Ha a háziorvosnál nincs ilyen javaslat, soha nem kapott a háziorvos ilyen javaslatot, vagy a javaslat jóval lejárt a járvány kitörése előtt, akkor a szakrendelőben, ahol gondozzák a beteget, oda kell valamilyen úton, módon értesítést küldenie, egy kérvényt küldenie, vagy telefonon, vagy például használjuk erre az e-mailt is, és ha e-mailbe beérkezik egy igény,
fel tudom tölteni én is a recepteket a felhőbe, és a betegnek nem kell bejönnie, elég elmenni. János, egyelőre köszönöm, és folytatjuk. Köszönöm szépen.